Hölgyeim és uraim, a következő pillanatokban egy rendkívüli produkció részesei lehetnek. Örömmel mutatom be önöknek az ország egyetlen férfi szopránját, Vásári Andrét. A világon mindössze három hasonlóan különleges képességű énekest ismernek, akik közül ma az egyik itt önöknek énekel. André opera versenyt nyert Miskolcon, majd az Egyesült Államokban, Bostonban képezte magát. Azóta töretlen évű karrierjének állomásait olyan sikerek alkotják, mint a római nemzetközi énekverseny, a csillagszületi döntője vagy jelölése a leglangosabb hazai zenei díjra. Megszámlálhatatlan hazai és külföldi koncert, színházi szerepek a Nemzeti Színházban és a Pesti Színházban. 5 album, többszörös platina és aranylemezek. Francia, német és amerikai fellépései után most újra itthon üdvözölhetjük. Hölgyeim és uraim, kérem, fogadják nagy szeretettel Magyarország egyetlen férfi szoprán énekesét, az utánozhatatlan Vásári Andrét.
Kívánok, hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket itt Sajóbábony településen. Nagyon jó. Egyébként az az igazság, hogy nagyon sokszor járok errefelé, illetve azt utas, hogy nagyon sokszor, de már jártam errefelé, mert a szüleimnek itt Rakacán, a Rakacai tónál van egy nyaralójuk, úgyhogy valahogy így most le kellett térülnünk, hogy fordulunk, vagy hogy kell ezt mondani, de a lényeg az, hogy itt van a környéken Rakaca, úgyhogy ismerős vagyok a környéken, de ez az első alkalom, hogy itt lehetek. És hát nem csak azért különleges ez, mert ez az első alkalom, legalábbis nekem, hanem azért, mert advent második vasárnapja van. És itt meg is jutották a csodálatos kis gyerekeket. Úgyhogy a mai koncerten főleg karácsonyi jellegű dalokat énekelnék. A legelső, amit hallhattak, ez a The Prayer címet viselte. És aki esetleg nem beszélne angolul, annak elárulom, hogy ez az imádság, azt jelenti ez a dal. Hogy ez a címe, és azt gondolom, hogy van egy konkurencia. Nyugodtan. Tegnapi koncerten egy nagyon éles kis kínai baba volt, aki konkrétan beült a monitor elé, és ott néztük, hogy nem fog megsüketülni, de nem nagyon élvezte, úgyhogy legalább ő. Most két olyan dal következik, amik a karácsonynak, az adventnek, a karácsonyra való ráhangolódásnak a vidámabb oldalát mutatja meg. Az egyik a téli álomtáj, a második pedig a legyen hó. Hát reméljük lesz hó. Mit hallottak? Fehér karácsonyunk lesz, vagy nem? Nem. Zsolt? Megrendeltük? Nem tudunk róla semmit? Jó. Nyarat rendeltek. Ó, az még odéte, nagyon még szilveszter és farsak és minden. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, következzék a következő kétal. Szól a szárom, hull a hó, légy a párom. Az ember csak néz, míg kézben a kéz, bűvöl ez a téli álomtáj. Télnek húsz, fecski cinte, mégis szól egy picinte. Az ő dalom más, egy kis vallomás, bűvöl ez a téli álomtáj. Embert a tére, ő a lelkész éppen jókor jön, s kérdik, vajon házasok-e még nem, de hogyha ott van, összeadhat ön, és ha majd én lesz újra, tervezünk összebújva, és így éljük át az élet során, hűvöl ezt a téli álomtár. Thank you.
van búcskánta, én a búcsot úgy halogatnám. Mégsem fázom az úton majd, majd csúcs rá igazán. Egészségükre. Ez Zsolt híres pálinkám, köszönöm szépen. Nem, elég egy lényeg, még pedig szentkéleik. Hölgyeim és uraim, hogy állnak a karácsonyi mozikkal, filmekkel, szeretik őket? Igen. Jó, hallok, ilyeneket, hódolgatásokat látok. Most egy olyan dal következik, ami az én legkedvesebb karácsonyi mozimnak a betétdala. Ez pedig a legkedvesebb mozim, az a Grinch című film, nem tudom, látták-e, vagy tudják, hogy ez melyik a zöld emberke. Ebből egyébként éppen most, vagy épp most van ilyen animációs változat is, úgyhogy a forgalmazótól kérek egy kis jutalékot, mert minden koncerten reklámozom ezt a filmet. De nem ez a fő ok, hanem azért az a fő ok, hogy van ebben egy csodálatosan szép dal, amelyet az egyik legnagyobb kedvencem énekesnőm szerzett, nem ő énekelte el, mindegy, a lényeg az, hogy most következik az Ünnep volt című dal. Szétmulló dallam,
Andi, nagyon szépen köszönöm. Napon egy medence partján ezt a szerző vallotta be,
és hát a legjobb múzsa a határidő, szoktok ezt mondani, és ez tényleg így van, egy filmhez kellett gyorsan írni egy karácsonyi dal, és már nagyon késésben volt, hogy Pippak lekottázta a dallamot, megírta a szöveget, és azóta is ez egy hatalmas karácsonyi sláger, nagyon sok filmben, reklámban és minden itt szerepelt már, úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel a White Christmas című dalt. Uraim, a következő dal előtt vannak bizonyos szolgálati közlemények. Szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek erre a koncertre. Szeretném megköszönni a meghívást Orbán Zsolt úrnak, illetve a... Most segítsen neki, nem tudom, hogy hol van. Tisztelendő asszony, plébán, lelkész, hogy mi a megszólítás? Tiszteletes? A tiszteletes asszonynak is a helyszín, úgyhogy egy nagy tapsot mindenkinek, mindenkinek is. Hölgyeim és Uraim, az utolsó dal egy amerikai karácsonyi dal. Nemrég jöttem haza egy amerikai turnéról, és ott a hálaadás után azonnal megindul a karácsonyi hangulat, mindent feldíszítenek, tehát őrültek háza van.
és ez a dal is naponta 150-szer felcsengül a rádióban. Egy kis képzavarral élve vannak egy nagyon-nagyon picik, hát a kisbabán kívül, de úgysem érti. Ugye a dal arról szól, hogy a télapó jön a városba. Santa Claus coming to town. Ugyanis Amerikában a télapó hozza az ajándékot. Itt van inkább ugye a Jézusra szoktak, és a télapó vagy Mikulás, az pedig ugye Mikuláskor jön. Úgyhogy letisztáztuk ezeket a félértéseket, szóval ez egy karácsonyi dal. Én ezzel szeretnék önöknek nagyon-nagyon boldog, békés áldott ünnepeket és boldog új évet kívánni. Köszönöm szépen, hogy kérdettem. Volt, és akkor felteszem a kérdést, hogy van-e még annyi idők, hogy elénekeljek egy dalt. Kettő az már necces, mivel csak egy alapunk van már itt, ennyi. Ez egy olyan dal, amely minden áldott karácsonyi koncerten és minden országnak
a karácsonyi repertoárján megtalálható, mindenki azt hiszi, hogy ez az ő saját szerzeménye, de a sztori az annyi, hogy egy osztrák hegyi falucskában a zeneszerző megírta ezt a bizonyos kis dalt, illetve egy másik dalt ért meg, amit el akart orgonálni szenteste, mire megérkezett a templomba, látta, hogy az egerek szívrálták az orgonasítványt, na mi legyen a dolog, gyorsan írt egy újat, gitárra, és ez a dal azóta is, mint az összes többi hódító útját éli a világban. Nagyon sok nyelvre lefordították, angol, magyar, francia, német, orosz, olasz, spanyol, minden van. Én ma este egy olyan verziót énekeltem önöknek, amelyben angolul is és magyarul is fel fog csendülni ez a bizonyos kis cím, ami pedig nem más, mint a csendes éj. Aki szeretne velem énekelni, az nyugodtan kijöhet ide, vagy pedig fel a kezdet is tud a legyen, mert mindig csak így énekel. Kollégáim már volt Katival beszélgető, és mondjuk, hogy mindig oda, hogy a közösséget is megénekelhető őket. No, jó van, Kati, jó, csak kipróbáljuk. Jó? Ma este. Jó? Jó, nagyon jó, végre jelenteti egy biztos, önmagában biztos úgy ember, ezt szeretjük. Jó, a hangnem az adott lesz, lehet bármilyen énekelni. De majd annak is csinálunk inkább, az nyílő, hogy majd így megyek körülke, és hirtelen kirakom a mikrofon. És onnan fog, jó? Zsolt bólogat? Jó. Zsolt, ezt szeretném akarni. Na jól van, hölgyem és uraim. Ezzel a dallal viszont tényleg szeretnék még egyszer nagyon boldog és békés ünnepeket áldott új évet kívánni, és bizony lenne, hogy valamilyen valamikor még tudunk találkozni. Ha más, mint egy jó kis nyári koncerten kapcsolatok Zsolt felé. Köszönöm szépen.